félig farkas, félig német juhász, jó neveléssel pedig igazi házi kedvencé válhat. A csehszlovák farkas kutyát az 1950-es években tenyésztették ki. Egy sajókeresztúri állattartó 8 éve foglalkozik a fajtával. Tamás Baldur és Alfa nevű farkas kutyáival együtt érkezett a Miskolc TV stúdiójába, hogy a falka mindennapjairól meséljen. A hatalmas állatokat útközben is sokan megcsodálták. Csak egy fügyszó és már is gazdájuk nyomába erednek. A jókai lakótelep kutyafuttatójába egy egész falka érkezett. Ő Baldur, a 8 éves csehszlovák farkaskutya, aki a nagy melegben inkább csak pihen, míg Alfa, 4 éves falkatársa már aktívabb, de egyúttal bizalmatlanabb is az idegenekkel szemben. Alapvetően meg kell hagyni a teret, ugye azért van ennyire itt a közelünkben, mert én itt vagyok, és ugye ez biztonságot jelent. Önállóak, őszinték és erősen ösztönlények, akik szemében Tamás a falka vezér, így mindenben ráhallgatnak. A higgadság az állatok egyik legfőbb erénye, még az idegen kutya érkezése sem vált ki belőlük agressziót. Néhány kortya frissítő vízből, majd elindult a falka. A lakótelepen a farkaskutyák vonulása nem mindennapi látványt nyújtott. De a négylábúaknak a Kishunyad utcába érve is nagy sikere volt. Na várjál, letesznek, látod, jaj, de aranyosak. Tekintélyes méretük ellenére mindkét állat rendkívül szelíd. Gazdájuk Ozsvád Tamás ezért is mert velük egy stúdióbeszélgetést is bevállalni. Különleges vendégek léptek be a Mikonba, higgadtságuk pedig a stúdióba érve is kitartott. Baldur szinte azonnal otthonosan érezte magát a díszletek között. Náluk egy ösztönös ragaszkodás mindenki az, aki hozzánk tartozik. A farkasűsökkel rendelkező fajta, mint kiderült, nem vágyik úgy az emberi közelségre, mint egy átlagos kutya, mégis rendkívül jól tanítható. De ahogy Ozsvád Tamás fogalmaz, a farkaskutyák esetében büntet minden hiba, amit a gazda elkövet. Nem mondom, hogy másképp kell nevelni, abszolút nem kell, minden kutyára ugyanúgy kéne odafigyelni, egy csivavát is ugyanúgy kéne nevelni, mint őket, csak még egy csivava különösebben nagy problémát nem okoz, ha rosszul van nevelve, ők igen. Tehát, hogyha egy agressziót hagyunk benne, egy frusztrációt, akkor egy 55-60 kilós kutyát sokkal nehezebb megfogni, és esetleg megóvni attól, hogy bántson valakit, mint mondjuk egy csivavánál, akit egy 8 éves gyerek arrébb lök. Tehát a csehszlovák farkaskutyák nevelése esetében is fő a következetesség. Erről is bővebben hallhatnak hétfőn a Miskolci Naplóban, amikor Ozsvád Tamás a csehszlovák farkaskutyákkal töltött mindennapjairól is mesél majd.